A sztrók a harmadik leggyakrabban halált okozó betegség Európában, hazánkban 15 ezeren halnak meg szélütés következtében évente, derül ki a statisztikákból. A sztrók világnapja október 29-e, a világ minden táján ezen a napon hívják fel a nemzetközi közösség figyelmét is a sztrók veszélyeire és a 3 órás időablak fontosságára, mondja Kondákor István osztályvezető főorvos. Szinte nincs olyan nap, hogy ne hoznának be sztrókos beteget a sürgősségi osztályra, tehát a betegeink, a bentfekvő betegeinknek döntő 60-70%-a, azt kell, hogy mondjam, vagy ismert sztrókos, vagy akut, most kialakult sztrókkal kapcsolatban fekszik az osztályon. Tehát nagyon számottevő, azt tudom mondani. A sztróknak 3 fő tünete van, a száj félrehúzódása, beszédzavar és féloldali végtaggyengeség. Mint ahogyan azt a főorvos kiemeli, a tünetek észlelésekor azonnal kell hívni a mentőket, a 104-et, hiszen mindössze 3-4 óra áll rendelkezésre. Abban van óriási előrelépés az elmúlt 1-2 évben, hogy a Pécsi Idegsebészeti Klinikán kialakult egy olyan munkacsoport, amely a nap 24 órájában képes arra, hogy mechanikusan is ezt a vérrögöt eltávolítsa, hogyha ez az intravénás erőoldás nem vezetett eredményre. A megyei kórház 24 órában tud segítséget kérni és azonnal konzultálni a nap bármely szakában a pécsi idegsebészeti osztállyal, ha szükséges, rohammentővel küldik a beteget Pécsre. Ez a fajta 24 órás ügyeleti referálás a Szekszárdi Balassa János Kórház neurológiai osztálya és a Pécsi Idegsebészeti Klinika között egyedülálló az országban. A statisztikai adatok szerint a szélütést túlélők 48%-a féloldali bénulásban, 12-18% beszédzavarban szenved, 32%-a pedig depresszióval küzd.